Halló, szervusztok! Van a szint, minden tégyleg a van, szerszámok te! Szevasztok! Na mit csináltok? Hát ki mondta, hogy ezt csináljátok, gyerekek? Hát a Győzi mondta. Hát Győzi? Hát megállod ezt, gyerekek, hagyjátok abba. Hagyjátok abba a medencét, hozzák a medencét, szevasztok. Szia. Szia, Gáspár Zsolt vagyok. Ja. Szia, Gáspár Zsolt, hagyjátok. Ezt Győző mondta? Igen. Ezt máma tegnap mondta. Tegnap. Fiúk, ezt hagyjátok abba, szerszámokat pakoljátok, át megyünk erre a részre. Gyerekek. Ezen a részre leszünk. Hát nem is tudtátok, hogy hozzák a medencét, gyerekek? Nem, nem tudtuk, honnan tudtuk volna. Ide szetél a medence, gyerekek. Ide. Ha megmondom őszintén, ha megérkezik Győzi, én nekem úgy fog engem rúgni, hogy nekem minden pucolni kell. Úgyhogy minél előbb el akarok menni, csak az embereket jó útra akarom tenni. Mondom, ezek a tisztítók, ugye? Azok a lefolyók, meg a tisztítók, igen. És ezt mi ide raktak? Ezt így nem tig raktátok be? Nem, azt a... Ezt nem bejebb kellett volna rakni, fiúk? Hát, jó kérdés. Na azért mondom, átállunk ide. Itt fogunk dolgozni ma a gyerekek, jó? Úgyhogy ezt le kell tisztítani, van nálam egy cseprő, meg lapát le kell rendesen izén. Gyerekek, le kell rendesen. Így pucologatok. Jó? Mire jön Győző, ennek meg kell csinálni. És azt a munkát nem szabad folytatni. Mert ő már nem tudja, hogy hol tartunk. Na mi van? Itt vagy erre azon az importalmon. Elmondtam már neked a jogaidot. Elmondtam neked a jogaidot, hogy otthon parancsolgassa. Ezeket az embereket én fizetem, én parancsolok nekik, fiúk, mehet és csinálni a dolgot. Nem ezt csináljuk meg most. Aj! Te mióta parancsol, ne röhögj, mert szájba vagod. Te mióta parancsolsz ebben a házban? Mióta vagy ennek a háznak az ura? Hát te vagy a... Úgy nézel ki, mind a menekültek, akik jöttek, mit tudom én honnan. Mert települjön meg vagyunk. Aj! Elmondtam a jogokat. Aj! A kisakat a dobtartal. Akkor elmégy fülész, elmondtam neked, hogy ezeket az embereket én fizetem, én vagyok a főnök. Mikor Győző meglát engem az építkezéseken, mindjárt felmegy neki a vérnyomása 230-ra. Ezt kéne neki levenni 180-ra, hogy úttörő vérnyomása legyen neki. Mert ha mindjárt felszabadul neki a vér a fejébe, elszabadul a pokol. Jolti, beszállak abba, amit ott csinálta. Nézzek rá egy rácsot, ott oda foglak bezállni. Jolti, elmondom neked, hogy otthon tegyél rendet a te családodban. Az én családomban senki ne tegyél rendet. Jó, most az úrt ez nem érdekli, hogy nekünk tudom, az úrt azt érdekli. Lejött, nem tudom, az úrt azt érdekli, hogy Zsolti, elhagyja most a terepet. Viszont látassa, Zsoltika. De várjam, hogy jár, van 40 fokban, ott pufajkába vagy, more. Gyere, veszed? Meg bebe van, gyulában. Nem akarok felvenni. Légy szíves, nem veszem föl. Szép a razami. Zsoltika, még egyszer elmondom neked magyarul. Még egyszer elmondom neked magyarul. Igen. Nagyon szépen megkérlek téged, elmondom neked magyarul. Elmondom neked magyarul, elmondom neked magyarul. Nyisd meg a csapot, Ferike, nyisd meg a csapot. Nyisd meg a csapot, Ferike. Nyisd meg a csapot, nyisd meg a csapot, Ferike. Nyisd meg a csapot. Mondom, vagy lefürdetlek, vagy hazamész. Döntsd el! Nyisd meg a csapot, Ferike! Mert ez értetlen, ilyen bolond cigány gyereket még nem láttam. Ne kacskózd el! Ne kacskózd el! Menj haza! Zsoltika! Lejárt a mandátumot! Itt te nem parancsolsz, itt te nem rúgsz labdába, viszont látás! Nem hiszed el! Zsoltika! Gyarmatra, én meg beszólok neked, hogy elmégy haza! Elmégy haza, vidd a fúrikodot, meg vagy már mosdatva, menjél haza! Neked egy kis kukoricát kéne enni, gyere, egy kis kukoricát, mint a balra! Ne esd valaki ide a kukoricát, menjél magadnak haza! A kis kukoricát! Kóstol meg, hátra meg jövődöttek! Kóstol meg, Zsolti! Te normális vagy? Elmagyarázd, nézd meg, mi ez a nyomorít, telefonom is szintvölik át! Egyél egy kis kukoricát, hozok még egy kis zabot! Egyél át, itt van, ne gyere, egyél! Van még alatt egy kis zabot, tudod, kitalázol te, menj! Tudod, kitalázol, menj haza! Menj haza! Ne ordítsa magad! Kukoricát adsz nekem! Pestre, itt van a mérnök úr, te! Mikor zolsz te magadból? Csak a mérnöktől lejárattad magadot, hogy sinter vagy! Ha de te ordítasz! Vili bácsi, valami van még magának, maga is lenézzen! Mert maga is kaphat valama, viszont látásra! Viszont látásra! Ide szeretnék behelyezni egy Szűz Máriát és egy Jézust. Annak okából, hogy én egy kiválasztott vagyok ebben az országban. Most ez lehet, hogy egy nagy pozíció számomra, de én kiválasztottnak érzem magam az országban, mert a Jóisten engem nagyon szeret. Kaptam tőle sikert, csillogást, kaptam egy szép családot. Mare, te meg mit csinálsz? Mondom, elültetem.
Nem hiszem, komolyan! Ne csináljatok ma ezt velem! De mi? De most Bore, ezzel szórakozol, ahelyett, hogy a munkaidődöt csinálna! Ez nem munka, ez mi? Na jó, gyerekek! Akkor vagy kimégy az izé szántóföldre, azt ott elültetett, hát de Ferike, ide rendes pálmafalkot vettünk tennap növényeket! Most mi eszik a pálmafalat, a kukoricát? Hát Bore, te normális vagy, hogy a pálmafalkok a növényeket tesz! Ide, itt jössz, nézed a pálmafalkot, letesz magad neki kukoricát, beleharapsz kettőt. Úgy, mint a Izaurolva, nem? Ott is úgy csináltak. Tamás, szerintem te nagyon rosszkor jöttél. Szóljatok el földet is, majd nem fog kikelni. Tamás, te nagyon rosszkor jöttél. Na, itt lesz egy kegyhely. Szűz Mária Jézus. Na most azt szeretném tőled kérni, hogy milyen legyen a belseje, tapétában, színben mit varázsoljunk, mennyire legyen oltárszerű, hogyan tudjuk még meghittebbé tenni az egészet, milyen legyen a külső borítás. A belsejét kiraknánk akkor márvánnyal, a külsőt leszíneznénk erre a barna színre, amire a házat gondoltad, és akkor itt egy kis táblát fölraknánk az elejére, és csináltatnánk alá sírkövessel, ráírnád, hogy köszönöm szépen. Nem, jó? Nem, gyerekek, jó, azt a szót ki nem mondod, hogy sírköves. Azt a hát szót ki nem mondd, ja, Isten őriz, Isten őriz, elég lesz, majd a temetőben ki lesz írva, hogy itt nyugszik Gáspár Győző, a népszerű, a Kossuth Díjas színművész, nem elég lesz a... Hát dehogy nem. Nem elég, hogy Zsolti úgy nézett ki, mint a Ludas Matyi. Ferike kukoricát ültetett, Tomi marvajt akart, én meg egyszerűen megyek a pszichológiára. Elegem van. Feliratot nem sokat akarok, mert lesz elég a temetőbe, de akkor is Gáspár Győzőnek saját temploma lesz. Ennyi. Mert engem a Jóisten szeret. Tomika, gyere. Na, figyelj. Zebra csíkos. Ez az én világom. Ez az én otthonom. Szeretem a fekete-fehére. Ennyi. Művésztő, majd jöjjön már ki, mert... Mondom, Bobi Ildának a takarítónő nem tartotta maga a tűzminket. Elmentem, mit mondtam, hogy nem jöhet be senki a lakásba. Elmondtam neked. Gáspár Zsolti úgy főnökösködött itt, mintha ő lenne itt az úr. Hát nem jött be a lakásba, bevonzalva az ajtó. Innen is. De elmondtam, hogy senki nem jött be a lakásba, azt is értem, hogy az udvarba. Udvar nem mondtad. Most az, hogy a lakásba nem jött be senki, most az udvara is ahogy jött neked. Akkor mikor lesz kitakarítva? Mikor én otthonról elmegyek? Szilvia főnök. Meg Emil. Emil is hol van? Hol van Emil? Nem találtam Emilt. Franc elviszi a pofáját. Művezetőnek van kinevezve. Azt elment. Úgyhogy ő is megkapja a beosztását. Ez a kegyhelynek a gyertyatartója lesz. Magyarán ilyenre kéne venni a feelinget a belsejét is. És ezt az aranyat szeretnéd használni a falon is? Ezt, igen, ezt szeretném, mert ilyen lett a drága képnek a bevonata is, a festménynek. Köszönöm szépen. Nem kérek, köszönöm szépen. Kaputinócse? Azt sem, köszönöm. Ezzel szeretném, hogy mi lenne, aha, valami ezt a stílus szeretném képviselni, ezt a... Hát figyelj, ezeket a berakásokat meg tudjuk csináltatni, tehát akár egy kőfaragóval is, kőből is lehet, meg akár fából is meg lehet csinálni. És akkor arannyal körbe, akár a képet is körbe tudjuk futtatni vele, hogy berakjuk, mondtad, hogy berakod ezt a festményt is, azt is. Igen, a festményt ezt nem tudom neked megmutatni, mert az ahhoz belejártuk, hogy nehogy valaki ellopja. Uh-huh. Én hogy mondjam, mondtad a marhagy, meg minden, de én nem vagyok híve a marvannak. Mi lenne, hogyha a beltér fa lenne? Sima tölgyfa, beltér. Azt lehet. Tölgyfa az bírja, minden kemény fát azt használhatunk. Azt mert a kemény fa, figyelj, a kemény fa, meg az arany. Kemény fa aranyat azt összetudjuk hozzá, ezek is kemény fából vannak, ilyet tudunk faragni. Jó, Tomika, nem akarlak sügetni, ilyen az üdítődöt, és menjünk ki, nézzük meg a külső szint akkor, hogy milyen szint kapja, jó? Nézzük meg. Én megmondom őszintén, nekem most a kedvenc színem, én hágyúszoboszlón bordót láttam, nagyon szép bordó házat, de itt most a barna dominálja, a barna. Menjünk, kinézzük meg, jó? Jó. Tomikám, akkor nézzünk ki egy színt. Én mindenféleképpen barna színt szeretnék, jó sötét barna, de milyen legyen a korlát? Most azon gondolkodom. A falat szeretnéd sötét barnára, vagy akkor? Nem, hát most már a kő megvan, hogy azok ott a falak, ami még tudod, ami van ott a, tulajdonképpen csak két falat kell sötétre kennünk akkor ott belül, a terasz mögött. Meg a korlát milyen legyen? Hát ugyanannak a világos színét az használhatnád, az jól néz neki. Tökéletes. És figyelj ide, ez a
szomszéd ez a fal, meg hogy került ez ide? Hát úgy került ez ide, hogy beraktam egy falat azért, hogy válasszuk el, hogy ez egy ikerlakás, hogy azért az övé nem lesz kipucolva, az enyém ki van, és akkor én ezt így el akarom választani fullba, hogy ne is lassuk egymást. Egész a teraszon is fölfogra? Teraszon. Azt, hogy leveszem azt az egészet, és terasztól teljesen leválasztom. Mi ez az én oldalam? És ez mit szólt hozzá ez? Mit szólt a szomszéd ehhez? Hát miért? Mit szóljon hozzá a szomszéd? Hát azért neki ezt hozzá kéne járulnia. Mi jogon kell hozzájárulni a testvéremnek ahhoz, hogy én elfalazok? Ő mikor bulit csinál, vagy diszkót, én nem szólok. Hát de azért ez egy ikerház fél. És akkor most ez mi jár? Vagy most ezből mi van? Hát az abban, hogy elveszett tőle a kilátást. Már sejtettem, hogy ebben a falból probléma lesz, mert ma édesapám is üzent édesanyám is, és ezt a falat le kell bontani. Nem bontom le. Nem bontom le. El akarok szeparódani a Gáspár családtól. Most ez jogilag, akkor ez így nem jó? Hát most... problémás lehet, igen. De miért probléma? Hát azért, mert a jogaiban nem korlátozhatom. De milyen jogaiban? Hát az én oldalamról van. Hát de leárnyékolod. De miért árnyékolom le? Gyerekeket, miért árnyékolom le? Nézd meg, mire a szél is felborul le. Hát tudom, most akkor kinek mi köze van hozzá, hogy én felrakok egy falat? Hát. Halló, gyere már ide az útra, légy szíves, fontos! Halló! Na gyere! Mindig idegbeteg. Most várjam, mondtam, én nem értem. Most az én udvaromban nem csináltak azt, amit akarok. Hát nem, mert ez telekhatár. Ez ugyanúgy a te udvarod is, mint amennyire az ő udvarom. És akkor most neki mi köze van ahhoz, hogy én felraktam fal? Hát ez egy közös front. Ti egy telken vagytok, ez neki ugyanúgy hozzá kellene járulni. Még kell neki hozzá járulni? Hát azért, mert ez hát az ő kerítése is ugyanúgy, mint amennyire a tiéd. Mérnök úr, jó vele dolgozni? Az a baj, hogy elgurultak a gyógyszerok. Mérnök úr, maga ezt tanulta, ugye? Mondja meg, én 8 általánosba jártam. Mondja meg nekem, mérnök úr, aztán, hogy igen lakásba kell-e a másik szomszédtól megkérdezni, hogy a homlokzatban mit teszünk és hogy tesszük meg. Maga szerint? Viszi a labort, mori a szél! Ja, megyek a gyomrot mosom. Levágtunk 3 birkát, kell gyomor? Viszi a labort a szél, mori! Jó, majd meg lesz, kell gyomor? Magának, mérnök úr, tegyek meg, hogy tényleg? Mérnök úr, ettem a gyomrot, kumplival összevalva. Ki van mosva, kockar, összevalva, jó hagymosa. Mori, viszi a lábúrt, összetöröd a kocsit. Ha viszi a lábúrt. Most várjál már, Zsolt, egyezzünk már, meg tudom, hogy utaljuk egymást, de akkor egyezzünk már, meg ez ne legyen már kiabálás. A fal ott marad. Elveszi teljesen a napsütésemet. Én nekem is kell a napsütés, tele van D-vitaminnal, A-vitaminnal, meg C-vitaminnal. Fel akarom én is tölteni saját magamot. Én kiszoktam állni néha-néha alkalommal az ablakba. Így már nem tudok kiállni az ablakba, mert csak a falat látom, a sötétséget. Na, most figyelj ide, Jan! Várjál, felugrok, azt levág! Dehogy van! Fejszívek ültök! Dehogy üsz ki, úgy prakült egyete! Tamás, megvágjuk így, slégan! Én már nem szedem le, slégan! Mit nem szedél le te? És akkor betörözöm. Ha te neked jó így a fejedem már ezért? Mit látod? Na, mit látod? Na, fejedre engem teszem. Ne idegesítsél fel. Nagyon megkélek, hogy Tamás, hogy engem ne idegesítsél. De az ugyanaz. Hát ott az ablak, ott alszok a gyerekekkel, az ikerekkel te. A fejlődésben vannak a gyerekek. Te ma ki vagy fejlődve? Azt akkor azért, hogy most fejlődésben vannak, neked bosszani. Hát a napsugarban benne vannak a vitaminok, te. Milyen napsugarban? Hát is süt a nap. Nézi ma a napra. Aztán abban a vitaminok vannak. A feküdjél. Feküdjél, te. Szegény nem kap napfény. Hova barnul ma? Hát így is fekete ma. Olyan, de rozsdásra akolló. Hova barnul ma? Aval a dilino ágyával. Menjünk ki strandra. Te most megvágom szépen, akkor dizájnosan. Így. Tetővonalától vágd a kerítésig, és akkor abba bele. Figyelj ma, nagy dolog lenne, hogyha megrajzolnod. Hogy tetővonalal? Hát ott a tetővonalal, amit látsz. Ne vágd szét, Zsolti! A rohadjak meg, ha kimered vágni! Zsolti! Ne! Ne csináld! Mondom, ne csináld! Gyöldöm! Megegyezünk! Jaj, de vicces! Jaj, de nagyon vicces! Ne menjél, leegyezünk! Jaj, de vicces! Leegyezünk! Meg belevágom még a fejszét, azt akarod? Azt akarod, hogy belevágjam? Belemered vágni a fejszét, ne jó Isten engem! Eldobom a fejszét, nem kell, ott van a... Hát nem elég van neked London! Hát nem elég neked London, te szerencsétlen! Menj az készfélfe, ne a pallal foglalkozzál! Jaj, megtanultam! Nem leszek többet pásztor! Felutaztam Budapestre! Érted? MC Zsolti nem egy rejtély, MC Zsolti csupa rejtély. Vedd le a kalapom, az MC én vagyok, és megmutatom, de neked goodbye! Ennyi volt, bátyus! Jaj, de nagy szerencsétlen gyerek, drága jó Istenem, drága Szent Máriam! Én felmegyek a polgármester hivatalba, jövő héti hétfőn lesz ügyfélfogadás, 14:30-tól 18:40-ig vannak,
Én felmegyek a jegyzőhöz, és a jegyzőnek megmondom, hogy a fal nem jó helyen van, jöjjön és csináljon rendet. Mert itt ma jogi személynek kell rendet csinálni. Na, Tomika, megcsináltad a képeket? Meg, elkészült. Na, akkor következő van, a e-mail címemre ott küldöd, jó? Hogy vágjam meg akkor? Jó utat kívánok neked, bocsánat, ez a zavaros, mert malma volt kukorica, volt benne idióta, volt minden benne, elnézést kérem. Jó utat neked, vigyázz magadra. Ma este mi küld Martos, átküldöm Méninek, a szomszédasszonynak, jó szlovák, majd elmagyarázom neki, hogy vagy kört vágunk, vagy kockat, vagy háromszöget, de én ezt le nem szedem. Levágjuk. Levágjuk, de dizájnosan. Jó lesz. Köszönöm, Tamás, jó utat. Köszönöm. Vigyázz magadra, csáó. Ej, drága jó Istenem, mikor belefogtam az építkezésbe. Akkor, mikor építkezésbe belefogtam, inkább elvettem volna nyaralni. Életem végig nyaralhattam volna, mint hogy építkezek. Mint hogy építkezik. Úgy, mik emberek, üljetek! Úgy, hogy ne csináljatok ti is semmit! Üljetek! Vagy mindjárt szívbajt kapok!